Hölgyeim és uraim, Önök Magyarország legnézettebb show műsorát, a 10 éves esti showtárt látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről az év utolsó showdere Fábri Sándorral, Kuzbert Péterrel, Luandával és a Showderberivel. Ma este a csillag születik sztárjai, Veres Robert, azaz MCDC, Tabáni István, Csikó Szabolcs és Vásári André. A Showder zenei színpadán egy fergeteges karácsonyi fináléval Tóth Vera, Tóth Gabi és a Showder Band. És egy exkluzív megjelenés csak a Showderben, Erdei Zsolt. Hölgyeim és uraim, ebben az évben utoljára jön Fábri! Ez az a 10 millió, amit megbeszéltünk. Jó? Okay. Tudod, ez a kölcsön. Hölgyeim és uraim, szokásunkhoz híven humorbombonok, humorpomponok, hogy ez eddig nem jutott az eszembe, pedig ez még rívelés. Hát szóval különböző humorlövedékek formájában keltjük a ma esti zavart. Egy pofa nyit egy kávézót, ráírja IQ bár. IQ. Jó. Megy arra egy polgár, hú, IQ bár, mi lehet ez? Bemegy. Jó napot kívánok. Mit parancsol? Hát hozzon egy bourbont. Oké. Leteszi a bourbont. Elnézést, megkérdezhetném, mennyi az IQ-ja? Azt a 160. Parádésan elbeszélgetnek a felszolgálóval, génmanipulációról, agysebészetről, űrkutatásról. Hát a vendég teljesen paf. Olyannyira, hogy másnap bajszot ragaszt és álszakát, és visszamegy, hogy feltérképezze, hogy hát milyen széles ennek a bartendernek vagy felszolgálónak a tudása. Jó napot kívánok, jó napot, tessék parancsolni, mit hozhatok? Egy martinit. Nagyszerű. Elnézést, megkérdezhetem, mennyi az IQ-ja? Azt mondja, 100. Nagyon jó. Elbeszélgetnek a fociról, a VB sorsolásról, a valóságsókról, bulvársajtóról. Teljesen kész van a pali. Olyannyira készen van, hogy másnap nőnek öltözik. Hogy még újabb regisztereit térképezze fel ennek a csoda felszolgálónak. Kezi csókolom, tessék parancsolni, igen, mit hozhatok? Hát egy sherryt. Nagyszerű. Megkérdezhetem, mennyi az IQ-ja? Szóval igen, 50. Igen? És megint az MSZP-re szavazunk? Négy öreg úr találkozik, mondjuk azt, hogy 25 éves érettségi találkozó, vagy az után, vagy annak kapcsán, vagy azt előkészítendő. Az egyik kimegy csövelni, közben hát elkezdenek beszélni, kiderül, hogy mindenkinek fia van. És mondja az egyik, hát az én fiam az nagyszerűen működik, autószalonja van, olyannyira jól megy, hogy egy barátját már megajándékozta egy kisebb SGK-val. Psi, azt mondja, hát az én fiamnak is jól megy, ő ingatlanos. És annyira jól megy neki, hogy a cimborájának adott egy házat. Csak úgy. Hú, azt mondja, hát az én fiam az bróker, nagyszőrös bróker, olyannyira, hogy a haverjának adott egy kisebb értékpapír csomagot. Csű. Jön be az öreg a csövelésből, azt mondja, mi van? Hát azt mondja, Lajoskám, épp arról beszélgetünk, hogy milyen remek fiaink vannak, és a te fiad... Hát az én fiam az a fiúkat szereti. Hú, elszomorodnak. De nem olyan nagy baj, mert az egyik barátjától kapott egy mercit, a másiktól egy házat, és a harmadiktól egy értékpapír csomagot. Kérem tisztelettel, a jelek szerint ugye
megállíthatatlanul folytatódnak a nejlon zacskóba történő pénzátadások, ugye, amelyet annak idején Kulcsár Attila tett halhatatlanná, ugye gyuszi taxis vezetésével. Úgy gondolták, hogy az életszerű, hogy 40-50 millió Johnny Cash-t vittek, ugye. Most azt hallottuk a legutóbbi variációban, hogy ez baráti kölcsön. Na kérem, hát nekünk számos tippünk van, ha esetleg, hölgyeim és uraim, önöknek is így hozza a sors, hogy egy kisebb Johnny Cash-t át kell adni egy acskóba, mi mindent lehet mondani. Oké? De én a több éve húzódó parkolási bírságot fizettem ki a kamatokkal együtt, érted? De semmi, csak egy autós társamnak segítettem, aki megkért, hogy váltsak fel egy 20 milliós 2010-esre. Hó elején mindig van nálam 10 millió, másodállásban nyugdíjkérpesítő vagyok. Tudtam, hogy le akarnak tartóztatni, ezért hoztam magammal a óvadékot. A végkielégítésem, nem akartam a irodába felvenni most így a válság idején. Én csak egy kávét vettem az automatából, biztosan hibás a szoftverje. Te kikérem a gyanúsítgatást, ez nem kenőpénz. Én ezt a pénzt raboltam. Hát a vécésnénél kicsit rövidlátó volt, azt így adott vissza. Annak idején, ha még valaki emlékszik, ugye legendákat hallottunk, hogy mire a zsigulik és a dácsiák megérkeztek külországból, mi minden történt velük útközben, ugye? Hát most egy kedves nézőktől kaptunk egy tényfeltáró felvételt, javaslom, hogy tekintsük meg. Hát kérem szépen, ezek az Esztergomból induló tukik, vesztegelnek ott a rámpán, de csávó korrektek, mert azért alátéglázzák. De azért az szomorú volt, amit ma olvastam, és éppen a Pártlapban, hogy attól még lehet igaz, hogy Svédországban a bevásárló központoknál vannak összecsukható kerekes székek, hogy aki rászorul, az ott kapjon. És egyszer csak ezek elkezdtek eltünedezni. A svédeknek eszükbe se jut ezt elvinni. Egy magyar kollégának eszébe jutott. Tehát úgy már megint terjed a jó hírünk a világba. Rutinszerűen Trelleborgnál a vámosok leintettek egy mikrobuszt, 110 darab kerekes szék volt. Szóval ismét úgy nő a hírünk a világban. Ugye? Egy perfekt palink van, azért arról meg kell emlékeznünk, ugye Pándi Pipi. Hát akinek számos gyereke van számos gyerekétől, illetve számos családtagját úgy oldotta fel Sósavban, hogy azóta se találtak belőlük egy hajszálat sem. Kérem szépen, Pándi Pipi nem tesz beismerő vallomást, pedig majdnem 20-an hiányoznak, de a Sósav ugye dolgozni, ahogy pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugye, amit József Attila mondja, nem fogják tudni a palit elítélni. Nincs semmi DNS, semmi. És hát ugye, drága Kertész Imre, hát mégiscsak egy Nobel-díjas írónk van a 700-át. Egyetlen egy interjú nem jelent meg vele Magyarországon a 80 éves születésnapján. Nincs sok, nem volt eddig Nobel-díjas írónk. Nem volt. Az se gyakori, hogy egy írónk 80 éves. Az egész sajtó azon rágódott, hogy ő mit mondott a Weltbe. Na most, ha a magyar újságok nem kérték fel interjúra, az se egészséges. Ha ő nem adott, az se egészséges. És akkor egy ország vitatkozik azon, hogy mit jelent az németül, hogy in Ungarn haben Antisemiten das Sagen. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon antiszemiták határozzák meg a közbeszédet. Hát az csak úgy eszembe jutott arról, hogy hogy nincs merres miként terjed jó hírünk a nagyvilágban. És mire lehetünk büszkék, és mire nem? Szaporodik a teljesen hülye bűncselekmények listája. Ugye az egész általános, hogy az ATM-et körbe rakják drótkötéllel, az IFA-t megpadlózzák, utána, ha elviszik az ATM-et, nem tudják kinyitni, ezért dühükbe bevágják a mocsárba, szóval ez így nem fog menni, gyerekek. Tehát így én nagyon homályosan látom a magyar civil társadalom kibontakozását. Legutóbb a drótkötél pattant el. Egy TSZ-ből tavaly elvittek egy mackót, amit 15 éve senki nem tudott kinyitni, ők sem, viszont nem volt benne semmi.
De ami most történt, az a parádék parádéja. A 8. kerületben 8-ker egy kolléga el akart lopni egy mikrobuszt 2 rendőrrel. Szóval van remény! Van remény! Sötétített üveges mikrobusz, cimbi körbeszimatolja, látja, benne van a slusszkulcs, hát úgy gondolja, hogy akkor incompletto, allesso zammen, beült, 2 rendőr meg ottan üdögelt a hátsó ülésen, és csak annyit mondtak neki, hogy mi nem tennénk. És... és képzeljék el, azért vannak részeredményeink, nem fogják elhinni, elkapták a palit. Köszönjük! Elkapták. Na kérem tisztelettel, most ezzel a kis pénz átadási tranzakcióval reflektorfénybe került mind a BKV, mind az Airport. 61-es villamos, mert már nincs 56-os. Érték? Nem véletlenek ezek! Hát nem véletlen, hogy nem az 56-os villamost hosszabbították meg a Móricz Zsigmond körtérig, ne ásítozzon itt nekem, drága, mert olyat teszek, adok vizet. Hát ez a kapa szent sódervészből még senki se köpött bele, még aránylag hideg, igyon egy kortyot, hát ezt nem is nézek oda. Ne vegye a kamera, ez diszkrét, teljesen diszkrét. Némilyen rendes, ad az embernek is. Helyes, jó van. Egy bögrén vannak. Na nem az egészet, mert akkor még így van, jó van. Szóval minő véletlen, hogy nem az 56-ost hosszabbították meg, hanem a 61-est. 56-os villamos nincs, egy homeless végigmegy, és mindenkit lelejmol. Adj egy bélást, vagy nem tudom. A Gabi meg már nem akart adni, mondja, hagyjál már. Arcon köpte. És akkor így elgondolkozhatsz, hogy akkor hol lakik az Úristen, vagy mi van a szolgáltatással. Annyi, mi nem vagytok már ágyban? Hát hónap iskola gyerekek, hát még mi van itten? Én nem tudom, milyen kiskorúak itten, hát szörnyű már, mi van itten? Biztos alternatív iskolába jártok, mi reggel eldöntött, hogy bemész-e, mi? Jaj, ne nézze az óráját! Ma ilyen befegyelmező vagyok! Na jó, 100 szónak is egy a vége, ebből a kis nejlon zacskó intermezzóból kiderült, hogy a BKV és az Airport között összefonódás van. Én körülbelül úgy látom, mint a régi mondokában, hogy öcsi fogja csöpi pöcsét, ugye? Ez egy ilyen kis, mert ez az egyik ott volt ügyvéd, a másik izé, és akkor megbízzák, már 25 ügyvéd iroda adja a tanácsokat, kész, passz, öregen. Elgondoltuk azt, hogy mi lenne, hogyha a Budapest Airport és a BKV ne zajongjál ott nekem. Hát én nem tudom ma mi van. Az egyik ásít, a másik az óráját nézi. Hát komolyan mondom, kiskorakat hoznak a műsorba, az operatőr recseg, borzalom. Na, a lényeg, hogy a BKV és a Budapest Airport, hogyha egyesülni fog, mi lesz? Képzeljék el, hogy az elővárosi közlekedésbe Esztergom és Maglód után bevonják New Yorkot. Például a Budapest-Londoni járat felszállás előtt a 7-es busz útvonalán is felveszi az utasokat. A körüti kombinók az oktogon után egyenesen Feri 1-2-n mennek. A repülőgépeken is BKV-s ellenőrcsapatok keresik a blitzelőket. Ott azt szeretem, amikor a stewardessek nézik, hogy be vagy a kapcsolva. Tehát annyian nem érdeklődtek még a ceruzám iránt, mert többször megnézik, többször, ugye? Szibériában felszállás előtt egy olajos mikádos krapek jött egy ekkora kalapáccsal és végig sétált, úgyhogy mondtam Vahol barátomnak, akkor mi megvárnánk a következő járatot. Tehát ahogy én elnézem itt a perspektívákat, na kérem tisztelettel,
Folytatjuk a Budapest Airport és a BKV egyesülési vízióját. Például a kokáért a kisföld alattiról a mexikói útnál, csak vízummal szállhatsz le. A villamosjegy mellé repülőtéri illetéket is felszámolnak. A trolibuszokon indulás előtt jeltolmács magyarázza el, hogy mi a teendő koccanás vagy áramütés esetén. Egy kis bejátszás következik. Önök egy férfit fognak látni. Hogy ez velem azonos? Üssek ő. Ábri Sándor! Hú! Utoljára hajt a pályára Fábri Sándor, a népszerű showman. Ez az! De félig show versenyeket. Hú, milyen nyugod, milyen laza vagyok, mi? Kétségtelenül ő is azok közé tartozik, akinek nem kell bemutatni. És most indultunk, egyes kapu, kettes, hármas, második is. Négyes finoman jobbra. Az idő, amit fölül kell múlnia, ha nem... Ez most vasárnap volt a Lovardába. Maratonkapu, itt kell a legmeredekebben odaré, fordulni. Odaré. Megvan ez is. Most lesz egy kis baj. Bizony, nagyon győzelem esélyes hajtás. Elmegyél a kapu. Egy hiba, de a leggyorsabb időt futotta. Elképesztő. Látványnak viszont tökéletes volt, és ez volt a lényeg. Ez az, az aréna élményszerű. Lépének, itt a végén már olyan élményszerű volt, így van, így van. Hát nem tudtam már fogni, szóval sokat akart a szarka, a harmadik lettem, nagyon meg vagyok elégedve. Kis meglepetés történt, hogy első lett, hát Mága Zoltán hegedűművész. Senki egy forintot nem adott volna, és úgy látszik, hogy hát a finom vonóhoz szokott kezivel annyira alkalmasan és hibátlanul elnavigálta ezeket a taltosokat, hogy én csak gratulálni tudtam neki. Na, kérem szépen! Na most ma reggel Duna TV, fene gondolta volna. Azt mondja az egyik elvtárs, én nem is tudom ezeknek a nevét. Kovács, Juhász, Molnár. Ez a izé, úgy néz ki, mint egy ilyen fodrász modell. Mint egy ilyen fodrász modell, aki beszorult a szoláriumba. Úgy néz ki a csávó. Azért Mesterházi hogy lekapta a szakát? Mi mondták neki a spin doktorok, hogy ez itt nem kassa? Pedig úgy nézett ki, mint D'Artagnan, érted? Lehet, hogy megfogadta, hogy addig nem vágatja le, míg miniszterelnök jelölt nem lesz belőle. Majd ő is hazakísér egy pár ceglédi kislányt. Mi? Felépítjük! Felépítjük! Majd ezt következő műsorban felépítjük Attilát. Na, olyat mondott, vagy mi táncot csinálunk, meg kell csinálni a figurát. Olyat mondott ez a szoláriumos ember, figyelj, így berakom, mint Lenin, komolyan. Azt mondta ez a cukker puppi, nem hiszem el, tehát ez szik. Felújítási hullám söpör végig Budapesten. Hát mondom, hát fuck you, fuck me. És nem átallott az én kedvenc időszakomról beszélni, ugye a kiegyezéstől az első világháborúig, de azon belül is csak a fiatalok kedvére elmondanám. 3 év alatt felépítették a 10 kilométer hosszú nagykörutat 100-as nyomócsővel, gázvilágítással, kézzel fölrakták a 4-5 emeletes bérházakat sínnel, amihez 80 évig nem kellett hozzányúlni. Az Eiffel-féle nyugati pályaudvar 10 körömmel fölépítették 3 év alatt, restaurálták enni hosszabb ideig. És erről a korszakról beszélt. És próbálta a kis műság mondani, hogy hát ember, most nem erről beszélünk, hát milyen hullám söpör végig. Azt mondja, buszsávok, a nagy meló. Nem szóval buszsávot kialakítani, mert hát ott ekész, szóval nem. Szóval az érted, ott érted, ott járni kell a penzinek, hő, hát ott nem lehet szórakozni, ott nem. Azt mondja, Margit híd, dolgoztak 2 hónapot, de már van 4 hónap csúszás. Szóval ez tényleg olyan, mint amikor a Móriczka elkésik az iskolából, és kérdezi a tanár úr, hogy miért késtél el, azt mondja, azért tanár úr, mert olyan sikos volt az út, hogy egyet léptem előre, 2 csúsztam hátra. Azt mondja, akkor hogy érkeztél be mégis az iskolába? Szóval megfordultam. Hát ilyen. Hát szóval...
azt mondja metró, még elő mer jönni. Ezzel a metróval, ami a világ legdrágább metrója, nem oda indul, ahonnan kellene, és nem oda érkezik, ahova kellene, viszont ahol van, ott fölösleges, ellenben áll, és ugyanannyit, amennyit áll, annyit drágul. Hát ilyen elképesztő. Arról nem beszélve, ugye, hogy a Margit híd ellen komoly ügyészségi vizsgálat van, a Megyeri hídon 2 milliárdot a mai napig nem fizettek ki. Hely, azt mondja, és ezekhez a zsenikhez hasonlítják magukat. Monarchiát telehintették színházzal, minden városban volt Helmer és Fellner, akik ketten vannak, úgy, mint Ilf és Petrov, fölélődtem, mindegy. Jó. Szóval, felújítási láz söpör végig az országon. Bussáv. Az. Az. Az, hogy Budapest bármelyik pontján a Varsói Gettó Lázadás című filmet résmentesen le tudott forgatni, csak a reklámokat kellett takarni. De nem, ajánlok egy nagy kalandot. Szóval lehet menni Bamako Rally, meg Survival Show. Mennyire gyalog a keletitől az Asztóriáig. Este. Ha nem akarsz 14-szer öngyilkos lenni, akkor bedeszkázott, tisztát, háborús körülmények, bedeszkázott, kirakatok dzsumbát, hogy néz ki a Várkert rakpart? 10 éve nem tudták a volt honvéd főparancsnokság épületét, az az egyetlen roma várba. 10 éve azon néznek, hogy mi történik, mi történjen ott, de az a legbiztosabb, ha nem történik semmi. Hát abból nem lehet baj. Nézik a Benkő műsort? Ja. Ott van egy Tünde nevű nő, 21 éves foglalkozását tekintve esztrádművésznő. Őt úgy hívja ez a landművész, hogy a nagy tanító. Ilyet mondott Tünde, azt mondja, harmonikában vagyok önmagammal. Meg ilyeneket mond, hogy akinek nem tetszik, kapjon be. Meg a Benkő egyszer durván fölélőt valamit iszogattak, és akkor mondta, hogy ez micsoda kulináris élvezet, vagy eszegettek. Hát a kulinárisnál olyan villámok cikáztak Tünde arcán, hogy átment Picasso-ba rögtön, ilyen háromszögizmok lendültek be, mondta, ő nem buta, fodrásznak tanul, hajszobrász lesz. Hát mondom, frankó. Néha belepillantok a valóságsókba. A módkot csak én mindig megtalálom a jó mondatot, valahogy szerencsésen kattintok oda, csak arra kattintottam oda, ha kapjál szívrákot. Össze van foglalva, nem? Össze van foglalva a dolog, ugye? Vagy a hajjál meg, azt legyen más bajod is. De most készülünk, na várjatok, most készülünk, reméljük, hogy a következő szezonban be tudjuk mutatni, híres darabokat átírunk, Mónika, illetve Józsi barát, mert én csak így mondom magyarosan, azt tudják, különben Józsi barát bábszínész volt. És mit játszott? Ő volt a süsű farka. Úgyhogy híres darabokat átírunk ilyen Józsi barát stílusba. Ha ne folytogassad már a Desdemónát, meg ilyenek, mit habozó Hamlet, induljál meg. Na meg fogjuk csinálni, de ilyet nem tudsz kitalálni, szóval megint a nyelv, következő gyűjtés, azt mondja, rájuk nyitottam, azt oda bent pár kapcsolatba éltek. Na kérem szépen, küldünk 200 katonát Afganisztánba, ez a magyar viszonylatban nem olyan csekéség, de hogy ez a 200 hogy fog összejönni, voltam tüdőszűrésen. Hát kérem szépen, 10 fiatallal jöttem össze, lehetséges, hogy a mintám szociológiai értelemben nem reprezentatív, de hogy ezt a 200 katonát hogy a p***ába fogjuk kiállítani, arról nekem fogalmam sincs. Szóval az egyik horpat, ilyen melkas, az egyik horpat, a másiknak az apja jutott, vagy az anyja nem szoptatta, vagy én nem tudom, gírbe, gurba, S-modell, donkanyar, dongaláb, nyála folyik, hát elképesztő, te komolyan, egy 20 éves gyerek, nem, mert ott álltunk, ugye, 20 éves gyerek, ilyen görnyet, és pont amennyire görnyet, akkora hassa van. És közben virgánya. Tehát nem úgy, hogy szép egyenletesen telten elhízott, mint én,
Ugye ez se jó, de hát ez engem megdöbbentett. Szóval én ezt homályosan látom. A szlovén foci válogatott most már másodszor kijutott a VB-re. Mit csinált a miniszterelnök? Kipucolta a cipőjüket. Dörfinger Dodi azt kérdezte, hogyha egy szlovén gyerek nyeri a pornó-oszkárt. Na akkor mit csinált volna? Hölgyeim és uraim! 100 éves a diósgyőri futballcsapat, gondolom a diósgyőri sportklub. Jubileumi mérkőzést játszottak Tiszakécskével. A fő esemény nem a futballpályán játszódott, hanem azon kívül. A kemény magból Alvarez leütött egy rendőr talpi kevlárban, levette a bakancsát, fölpróbálta, majd azt mondta, hogy kicsi, és visszadobta a rendőrök közé. Intézkedés nem történt. Megtörtént. Kérdeztem a haveromat, aki ott volt, hogy a rendőrök miért nem ölték meg, azt mondja, nem voltak annyian. Ezek a realitások. Elmarad a parlamenti karácsony a habci miatt. Lehet, hogy elmaradnak majd a választások is, nem? Hát a választási ceruza viszi a vírust, mint a rossz sem, érted? Ezek a meggondolatlan választók rátüsszögnek a szavazó cédulára, kérem, irreverzibilis folyamatok indulhatnak meg. Győzik-e magánovodát nyit? Hát gondolom Benkő Dániel majd kuplerát. Nem tudom, mi lesz. Az tény, hogy Győzikének már van egy koporsó készítő vállalkozása, tehát így a bölcsőtől a koporsóig, ugye egy óvodától a temetőig, tulajdonképpen a teljes életívet ő lefedi. Hát elképzeltük, milyen lesz ez az óvoda. Az óvoda logója egy zebra csíkos Ferrari. A gyerekek reggelente a jó reggelt kívánok, szervusztok, kispajtások helyett, csumidáznak aranycsillaggal köszönnek egymásnak. A lányok a csáje, a fiúk a móre csoportba járnának. A középső csoportosok a csip-csip csóka helyett a szeretem a bőröd illatát éneklik. Az óvónéni Gáspár Zsóti, ezt kell csinálni-e? Kérdéssel dorgálja meg őket. A délutáni csendes pihenő helyett a nagycsoportosok kisebb vidéki haknikat vállalnak. A versmondó versenyt a 4 éves Ó Szamanta nyeri, Vörös Sándor 100 éj csokorját a virágnak című versével. Az óvodának őrzött parkolója van, több gyereknek lopták már el 10 millió forintos autóját. Ballagáskor a 100 tagú cigány gyermekzenekar játssza a romantik együttes számait. A születésnapi ünnepségeken mindössze 300 cigi és maximum 4 viszki megengedett, de a 18 éven felüli óvodások nőt is hozhatnak. Azt tudják, hogy a Tiger Woods miért csinált balesetet? Megverte a felesége. Erre mondta Dörfinger Dodi, hogy tényleg csak a lyuk érdekli. Most meg Brazíliában egy nő lett a szövetségi kapitány, úgyhogy ha neki mondják, hogy bunda, el is roham megvenni. Hölgyeim és uraim, az Esti Sóder karácsonyváró kiadásába eljön az ország legnagyobb sportbüszkesége, aki a közelmúltban heroikus küzdelem árán a magyar profi box történetben elsőként megszerezte második világbajnoki övét. Itt lesz a magyar boxvilágbajnok, Madár, azaz Erdei Zsolt! Zenei színpadunkon egy fergeteges karácsonyi szuperprodukcióval jön Tóth Vera, Luanda és Tóth Gabi. De ez még nem minden, hiszen jönnek a csillagszületik legjobbjai, a legnagyobb fiatal tehetségek, Veres Robi, azaz MCDC, Sikó Szabolcs, Vásári André, valamint Pabáni István. Ez tehát az ünnepi menü, most Kuszbert Péter űzi Luandát és a Sóder Bandet, mi pedig haladéktalanul jövünk ám a Design Center. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Vegyen részt a show felvételén, Feliz és nézze Navidad, meg Fábric sztárvendégeivel élőben vágatlanul. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Feliz Navidad,
Mondták már, hogy hasonlít önre a kutyája? Vagy fordítva? Most eljött az idő, megmutathatja, mekkora a hasonlóság. Küldje el fényképes jelentkezését az alábbi címekre, és vegyen részt az Esti Showder nagy kutyagazdi hasonmás versenyen. Hamarosan az RTL Klubban. Legyen ön is Fábri ötletembere. A Showder eheti kérdése. Ön hogyan könnyítené Budapest közlekedését? Küldje el ötleteit e-mailben az alábbi címre. Hölgyeim és uraim, ma egy ilyen kéttípusú, egy ilyen katamarán jellegű kéttestű design centert vezetünk önöknek elő. Na most ezeknek az a hátulütője, hogy ezekkel csak ugyanazt lehet játszani. Tehát ez tudja, de rendkívül üzembiztosan. De hogy megküzd? Hogy megküzd az akadályokkal? Már nem tudom, melyiket hol kell nyomni. Igen. Na ez érdekes lesz, itt már... Ez még nem érdekes. Ne aggódjon, lesz poén. Ez mi? Kacsa? Kacsa. Jó. Fogjuk, vagy pulyka? Szeretjük továbbá a galambot is, csak ne engedjük el ebéd közben. De mindig eldől, én nem tudom, mi van vele. Na jó, és akkor van itt még egy ilyen pazar dolog. Várjál, hello. Szóval, hogy fölmegy a csávó. Szóval, hogy úgy kézzel megy a gonterhet apa, hogy bemegy a Mikulásboltba, hogy te olyat mutassál, fejem megy a létre. Hogy nem, persze. Van az is. A minden oldalú herpeszes ödönke az megőrül. Kicsit arra szeretnénk irányítani a figyelmet, hogy vagy vannak-e még játékkészítő nagypapák-e hazában? Hát most nem akarom azt mondani, amit mindig el szoktunk mondani, hogy a szaros WC-kefénél jobb gyerekjáték azért még nincsen. Ugye ezt tanúsíthatja, szóval az a legparádésabb. Dörflinger Dodi barátom segítségével, aki lelkes modellező a nagypapaság küszöbén, néhány gyerekkori fantázia modellünket újra gyártottuk. Ez itt egy tigris tank, ha nem volna világos. Gyufaszából és rágógumiból fogod? Igen, nem úgy, hát úgy veszed, de nem kell megfogni. Ez olyan, mint a haveromnak van egy nagymamája, és mindig mondja, hogy ő nagyon szeret a fiatalok között lenni, és mindig mondják, hogy nekem bejön, és ő nézi az ajtót, és nem jön be semmi. Tehát most én ezt a fogodat így gondoltam. A talpazat az befőttes gumi, alátétek, gumi alátét gyufafejjel fixálva, a torony forgatható. Az az érdekessége filozófiailag, hogy olyan, mint a tank, de mégse az. És lehet csinálni hajót is. Gyere ide, mert ásítozol. Szervusz. Fábri Sanyi bácsi vagyok. Hanyadikba jársz? Második. És te csinálsz ilyeneket? Hát nem igazán. Nem igazán, mi? De most lehet, hogy kedvet fogsz kapni. Igen. Na, ehhez mit szólsz? Ez mi szerinted? Hajó. Ezt mi annak idején eső után rátettük a pocsolyára. Most fújd ide! Igen? Nem bonyolult, de például a fürdőkádba azért már frankóbb. Szerinted ez micsoda? Pisztoly. Ez mi? Csipesz. Ruhaszárító csipesz. Így van. Na betöltjük. Először kislövés. Jó, 3 fokozat van. Fej, torp, potroh. Jó, tehát először kislövés.
Ezt tudod mi? Oroszlán. Oroszlán. Látod, ezt ilyen papírból lehet csinálni, tök egyszerű, nem kell, ez egy bolt. És ez mi? Bivaj. Kaffebivaj, igen. Most lelőjük a kaffebivajt. Lőjek én? Jaj. Megmutatom. Mióta tegeződünk? Mindegy. De tegeződünk persze, hát most együtt szerepelünk, tegeződünk, és próbálunk jobban célozni. Kész! Kész! Akkor nagyon könnyen tudunk belőle trófeát csinálni. Látod, azért jó, hogy papírból van. Van rajszög valahol? Sanyi, hol a rajszög? Halló! Már gyorsan, addig lelőjük az oroszlánt, amíg megjön Sanyi, gyere! Oda néz, még ott cirkál a szemét. Érted? Ez a félautomata fegyver. Megvan a technikája. Igen. Nem is töltök, csak lövök, mint Dodge Shatterhand. Nagyon érzékeny. Gyere, hozd haza az oroszlánt! Vigyázz! De jó, mert úgy néztél rám, mint aki nem százas. Kicsit. Tudom, hosszabbad is és lent is. Nem érdekes. Alátét. Teflon kanalak. Belül szivacs. Neki feszíti, szárazon szerelve. Ez nagyon nagy. Hajtómű. Levehető. És erre lehet a hajtóművet rácsúsztatni. Futómű. Mennyire jól mondják, miért nem szóltál, Szabi? Hát már hosszú percek óta itt voltam az erdőbe. És? Most fogsz megőrülni. Ennek a WC-deszka csavarnak. De figyelj, de hazamész és szétszeded a WC-deszkát, megharaplak. Jó? Ennek a WC-deszka csavarnak a segítségével a szárnyak feszíthetők. Most lejjebb engedem. Látható? Igen? Nem! Meg itt kitört a demokrácia. Na, Szabikám, ez micsoda? Helikopter. Helikopter. Mi mindenből lehet ez összegyúrva? Ez tetszik? Igen. Szerintem azért ez már karaj. Nem is kell beszélnünk, mi? Tölcsér. Fakanál. Legyező. A propeller. Ez az. Tehát a doktor bácsitól azt mindig el kell kérni, mert ő úgyis kidobja. Műanyag tipli. Ez nem volt szerencséd? Idénre már kérjél egy ütvefúró készletet, kisfiam. Apacs helikopter. Megyünk a dzsungelbe, gyere, baszki. Igen. Gépágyuk leszerelhetők. De jó, kösz. Na de hát a leglényegesebb, hogy miből van ennek a teste? Te, Szabi. Ugye Michelangelo mondta, hogy minden márvány tömbben benne van a szobor, csak le kell hántani a különbséget. Erre mondjuk mi Szabolcsal és Dörflinger Dodival kard-karba öltve, hogy minden kacsában benne van a helikopter. Na, Szabolcs, ez micsoda? Tenger alatt járó. Tudod is, hogy melyik? Vagy még nem olvastad a Nemo kapitányt? Nem. Mi az, amit felismersz, hogy miből lehet ez? Hát üdítős palack, nem? De. Propeller üdítős palack aljából. Pezsgős dugó. Papírelem. És tudod, hogy ez melyik tenger alatt járó? A Nautilus. Karácsonyra kérd meg Verne Gyula Némó kapitány című regény. Na itt látható ez a Nautilus,
ruhaszárító csipesz mindenre jó, papír, két pingponglabda, lemerülünk? Ez a tengerszint. Gyere, megyünk a tenger alatt. Gyere, 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 megyünk, gyere. Gyere. Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Gáspár Kalvi Szabolcsot látták, légy szíves, foglalj helyet. Hölgyeim és uraim, ma este az év utolsó sóderében, valaki úgy írt a sóderjében, szóval vannak itt munkatársak, szóval kapta a szívrákot. Hölgyeim és uraim, ma este az év utolsó, de zárójelben azt észrevették, hogy most Dubajban van ilyen pénzügyi válság, és az újságok legkülönbözőbben írják. Hogy van, aki úgy írja, hogy Dubaj, J. Ugye, mert Dubai, hát úgy ejtjük, hogy Dubaj, de hát azért Hawaii-t se írjuk úgy, hogy Hawaii. Nem, hanem Hawaii. Most, hogyha a gazdasági válságban Dubajban, akkor a sejkeknek megmondják a 13. feleséget. Nem, vagy milyen szar lehet ott, mi? Jaj, na! Hölgyeim és uraim, ma este az év utolsó sóderében jönnek az ország legtehetségesebb fiataljai, akikről most konkrétan szó van, azok a csillag születik szereplői szombatestéről. Szombatestére Veres Robi, azaz MCDC, Csipó Szabolcs, Vásári András, Tabán István. A sóder zenei színpadán talán még soha nem volt ekkora sztárkavalkád, jön Tóth Vera, Tóth Gabi, a Juhász Attila, Jazz Quartet, Bársony Bálintal, valamint a Sóder Band. Nem sokára kezdünk, most jön profi boxolónk, aki a közelmúltban sporttörténelmet írt, két súlycsoportban is világbajnok tudott lenni, ráadásul ellenfele 10 kilóval nehezebb volt. Jön a magyar boxvilágbajnok Erdei Zsolt, azaz Madár. Innen folytatjuk, ne menjenek sehova. Pillanatokon belül Fábri a szezon finálé. A legnagyobbak eljöttek csak egy estére. A csillag születik legjobbjai. Veres Róbert, azaz MCDC, Tabáni István, Csikó Szabolcs és Vásári André. Fábri a szezon finálé. Most az RTL Klubon. Vegyen részt a show felvételén és nézze meg Fábrit sztárvendégeivel élőben vágatlanul. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az ország legszebb rendőrnőjét. Ha ön vagy közeli ismerőse rendőrként dolgozik és átlagon felüli külsővel rendelkezik, feltétlenül várjuk fényképes jelentkezését. Esti Sóder legszebb rendőrnő. Hamarosan az RTL Klubon. Sztárok. Sztorik. Fazonok. Külön kiadások. Botrányhősök. Politika, közélet és a show folytatódik. Tabuk nélkül Magyarország legnézettebb talkshowja vadonatúj nézőkkel az RTL Klubon. Mondták már, hogy hasonlít önre a kutyája? Vagy fordítva? Most eljött az idő, megmutathatja, mekkora a hasonlóság. Küldj el fényképes jelentkezését az alábbi címekre, és vegyen részt az Esti Sóder nagy kutyagazdi hasonmás versenyen. Hamarosan az RTL Klubon. Pillanatokon belül Fábri a szezon finálé. A legnagyobbak eljöttek csak egy estére. A csillag születik legjobbjai. Veres Róbert, azaz MCDC, Tabáni István, Csikó Szabolcs és Vásári André. Fábri a szezon finálé. Most az RTL Klubon. És uraim, mai vendégem beírta magát a hazai box történelemben, hiszen az egyetlen magyar profi ökölvívó, aki két súlycsoportban is világbajnok tudott lenni. A Sóder színpadán Madár Erdei Zsolt! Erdei Zsolt!
külföldön hogy fogadják ezt a Republik örömzöldet? Imádják. Imádják. Jó, tehát ezt nem tudják, hogy miről van szó, azt hiszik, hogy egy... No, egy kérlek szépen a sport iránt... Ezt a csávot. Tessék? Semmi. Sztoriba voltál? Nem. Bocsáss meg, csak én már koncentráltam a következőre, elnézést kérek. Semmi igen, baj. Nálad a labda. Már nem emlékszem rá. Nem baj, összeszedjük. Hát elnézést kérek ezért a verbális káóért, ugye ez nem volt szándékos, csak a tekintetemet már annyira fogták itt ezek a csodálatos övek. Melyek? Ez melyik? Ez volt az a fél nehézsúlyú öv, amit majdnem 6 éven keresztül birtokoltam, de magát a címet azt le kellett adnom, mivel én a WBC cirkálósúlyú övéért boxoltam. De miért kell leadni? Hát ez olyan, mint a balatoni szótüdülőben, hogy le kell adni hát a pingpongütőt, vagy? Ez így egy szabály. Mi egy címegyesítő mérkőzést szerettünk volna. Én is próbáltam annak idején címegyesítő mérkőzéseket szervezni, ezt randevúnak hívták. Na jó, mindegy, igen. Na szóval te most vagy 30... 37. 5. Na, 35. Azért ez kemény beszólás. Jó, hát ez a mai harmadik botlásom, hát lassan rám számolnak, kérlek szépen, ha ez egy pontozásos meccs, akkor lassan rám számolnak. Meddig lehet ezt csinálni, vagy te meddig tervezed? Elhatároztam, hogy időben visszavonulok, és ez az időben való visszavonulás egyelőre még az én titkom. Na. 44-46 évesen még nyugodtan lehet. Még nyugodtan. Na, kérlek szépen, hát ez a cirkálóöved, ami itt van rögtön Muhammad Ali is, ugye? Én is felismerem, és ki igen. A másik csóka? Az a barna bombázó. Így hívják, ez a neve? Hát ez a beceneve, de itt gondolkoztam rajta egész időt. Nem baj, jó, tehát Muhammad Ali és barna bombázó. És ez a John te... Lewis. John Lewis, úgy ember. Van. Hopszi. 3-1. És ez itt a te cirkáló öved. És akkor most hogyan fogsz tovább haladni? Most megvárom a következő lehetőséget. Uh-huh. Milyen variációk vannak? Súlyban lefele, igen. Az egyenleti súlyom az a félnehézsúly. Én most is 81 kilóval mérlegeltem, ugye 2 kilóval voltam több a félnehézsúly határnál. Azt tudom, hogy te nagy művész vagy, egy-két nap alatt ilyen 6-8 kilókat tudsz kiizzadni, eltüntetni. Mesélj erről egy kicsit. Igen, hízni azt nagyon tudok. Igaz, hízni hogy, is. Igaz, hogy fogyni is. Fogyni is. Ha no, muszáj, mi a titka? Annak idén 75 kilóban boxoltam, és 75 félnek kellett lennem pénteken délután, 4 órakor. Szombaton pedig a meccs. Na most... És akkor már nem mérnek? Tehát az a péntek az utolsó mérés? Akkor már és akkor utána föltol... Igen. Uh-huh. Olyan szomjasak voltunk, olyan éhesek voltunk. Emlékszem, hogy elég jól betermeltünk. A lényeg az, hogy másnap fölébredtünk, és nyitom, próbálnám kinyitni a szem, de nem látok semmit. Így kellett kitámasztanom, tudnélik. A szervezet úgy viselkedett, hogy a sejtek egyből beitták a folyadékot, és bedagadtak az ujjaimat, nem tudtam ökölbe szorítani. Amikor velünk is szokott lenni, kicsit nehezebben beszélünk inkább. Tehát, amikor reggel meglátott minket az edző, igen? Öcsi bácsi azt mondja, Balzsai, Erdei kis, mérlegre, Jézus Isten, már fogtuk a fejünket, jaj, csak ezt ne kövesse el velünk. Én 83 és fél voltam. Ezt nem is hiszem. De, 8 kilót felszedtem egy éjszaka. Úgyhogy közben azért aludtam is, nem volt időm inni meg enni. Akkor a dolognak ez az egyik része, ugye nyilván ez se könnyű, és aztán vannak ilyen lelkiholt pontok. Akkor mit tud tenni egy edző? Most az utolsó mérkőzésemet, ugye, na. ahol nagyon nehéz helyzetbe kerültem, a negyedik menet után, mint ha kihúzták volna alól a talajt, azt se tudtam, hogy hol vagyok. Ne viccelj. Nagyon kész voltam. Uh-huh. És akkor meglátott az edzőm, gondolom én, és akkor mondja, Zsolt, figyelj rám, meg tudod tenni. Igen, a fiadért. Uh-huh. Tudta, hogy mivel kell hatnia, mert ugye a fiam, a családom, aha, és a hazám. Aha. Ezt a három szót említette. Aha. A fiadér, a családodér, a hazádér. És lehet, hogy ez most mennyire éreztem, hogy uh-huh. itthonról, Magyarországról azt az erőt, amit kaptam az országtól. Hát volt, aki ott árnyékolt a tévé előtt, és ugyanúgy ütött. Volt, aki bebújt a párnája mögé. Tehát ez az erő valahol át kellett jönni, különben nem bírtam volna ki. De aztán kibírtam, aha, és mentem, aha, és olyan helyzetekbe kerültem, hogy... És mindenhonnan visszaütöttem. A 12. menetet megnéztem valamelyik nap, és azt láttam, hogy ilyen fáradt, és még élek, hogyha ez az ellenfél most engem halálra sújt, én még talán abból is visszaütök.
No, hát említetted a családodat, illetve említődött a családod, kisfiad, feleséged a spanyol-német, elég érdekes rokonságod van, hát mesélj róluk egy kicsit. Hát ott ismerted meg, született. Ott született? Igen, az édesanyja spanyol, aha, apukája osztrák, és akkor osztrák állampolgár, de Németországban született. Osztrák állampolgár, de Németországban született, tehát ez pont Adolf Hitler fordítottja. Bár bocsánat, csak ez úgy az állampolgárságról, és természetesen elnézést kérek. Az osztrák apusodat is időként meglátogatod? Természetesen. Így van. Van bőrnadrágja? Na és mi van a spanyol rokonokkal? Mert ott még nagymamák is vannak, akik járnak a te meccseidre is, meg nem tudom. A spanyol nagymama nem jár a meccseimre, de ő is nagyon fit. De valami nagymama jár a meccseidre, akkor az osztrák nagymama. Az osztrák ne nagymama, hagyjál benne itt aki a cserbe. Azért Németországban lakik. Uh-huh. 83 éves, egy igazi úri hölgy. De a boxmeccsen kivetközik magából, mi? Jó, csak vicceltem. Szóval ő kijár, ő tökéletesen tud spanyolul a feleséget, tehát szóval ő viszonylag járt is haza. Ászuton voltunk Spanyolországban, és akkor ott elmentünk a nagybácsihoz, akkor ott volt a nagymama, az unokatestvér. Nektek tulajdonképpen le kellett vizitelni, ugye? A Nászúton nem az volt az elsődleges szempont, de nem. A feleségem szerette volna. Nem. Zsolti, hát mi volt a Nászúton az elsődleges szempont? Hát mesélj nekem! Még egy ekkora labdát nem dobok fel neked. Jó, jó, de hát ez most... Ha ezt nem ütöd, akkor semmi. De ez most csak feldobodott. Na, és mesélj a kisfiadról, a kis emberevőről. A kicsi. Ő most mekkora? Ő most 3 éves. És 3 éves, és egy pillanatnyag egy teljes nyelvi kavalkádban, mert nem tud se németül, se spanyolul, se magyarul, illetve egyúttal mind a 3 nyelven. Az a helyzet, hogy... Hogy küzdő most a nyelvekkel? A gyerek nagyon jól beszél, mind a 2 nyelven, úgyhogy egyik pillanatról a másikra tud váltani. Vannak azért néha nehézségei. Azt mondjuk, hogy futottam, ez egy múlt idejű mondat, az német úgy mondja, hogy ich bin gelaufen. Na most a kisfiam, amikor azt mondja a mamájának, hogy futottam, akkor ő németül akarja mondani, és akkor azt mondja, hogy ich bin gefut. Ugye a múlt idő. Nagyon jó, értjük. Hozzátette a magyarnak a megfelelőjét. Hát kérdezz, ebben páratlan lehetőségek a két nyelv egyesítésének irányába. Nyakunkon a karácsony, hadd kérdezzem meg, hogy melyik volt a ti legemlékezetesebb karácsonyotok? 2006-os. Akkor együtt voltunk Hamburgban, és azelőtt született 2 hónappal a kisfiam. Szépen durmolt már az esti vacsora előtt. Becsentük őt a karácsonyfa alá, és akkor nézegettük. Ő volt a legnagyobb ajándékunk. Erdei Zsolt madár, köszönöm szépen! Erdei Zsolt! Azonnal folytatjuk a csillagszületék legjobbjaival. Köszönjük szépen! Jöjjön el a legendás Schroder stúdióba, és vegyen részt a show felvételén. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Hölgyeim és uraim, ma esti vendégeim a csillagszületék legjobbjai. Elsőként Veres Róbert, azaz MCDC. Szevasz, már meg is érkeztél, örülök. Szia, szia! Hát Isten hozott, te repművész most már, látlak kérlek szépen élőben is. Mennyit reppeltél leghosszabban mondjuk, mi a rekordod? Van egy nem hivatalos világrekordom, 9,5 óra. Ez 9,5 óra? Igen. Te civilben szoftver karbantartó, vagy hogy mondják a te... Szoftver üzemeltető. Szoftver üzemeltető, vagy az mit csinál? Hát semmi. Tehát ez egy... Az egy... Egyenlő a nullával. Tehát... Bár nem tudtuk meg, hogy mit csinál egy szoftver üzemeltető. Mondom semmit. Tehát abból áll, hogy a különböző szoftvereket, tehát a szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftverekhez értesz, és akkor mibe jutott össze-vissza. Tulajdonképpen ennyiből áll, de nem érdekes, szóval ez ilyen... Te mennyire voltál visszahúzódó, tehát egyáltalában hogy tudtál magadnak mondjuk a gyerekközösségben, vagy a fiatalok közösségében valami pozíciót kivívni, gondolok én a rep előtti időszakra. Igazából én mindenféle hülyeségben benne vagyok, volt egy ilyen szilveszteri esemény, amikor a barátaim szereztek ezt a római gyártyát, azt hiszem úgy hívják, ez a
zsebtűzi játék, csak hosszabb, és akkor mondták, hogy rakjam be a keresztpántos táskába. Beraktam, és elkezdtem rohanni az út közepén is, és lőttek ki a tűzijátékot, közben billegtem, ugye, mert miért ne, úgy az érdekes. Igen. Igen, és akkor... És akkor disznok. A gyerekek, milyen disznok. Igen, kilőtték, és akkor mondja mamám másnap, hogy Robikám, hát milyen szép tűzijáték volt ott a kocsma környékén. Mondom, tudom, mama, én csináltam. Volt valami karácsonyfával kapcsolatos kis kalandod is. Kicsi voltam, a fa meg nagyon nagy volt, ilyen két méter magas környékén volt. Gondoltam én, hogy majd a szaloncukorral barátságot kötök, próbáltam is levenni, hát nem úgy sikerült, hogy akartam. Apukám feküdt az ányon, rárántottam. Mármint nem apukámra, igen, hanem a karácsonyfát apukámra. Értem. Nagyon megijedtem, hogy hát most akkor vége van. És én elkezdtem újra rohanni ki a szobába, hogy még nem is sántítottam. Azóta is próbálom, de nem jön össze. Na hát reméljük. Feléd áradó szeretetnek vagy rajongásnak milyen jeleit tapasztalod? Az első adás után megyek a Keletibe, viszem a kis tatyómat, nézem a vonatot, jönnek oda ilyen iskolások, és mutogatnak, hogy ő a Csillagszületőből ő. És akkor odajöttek, és mondják, hogy fú, reppeljél már valamit, meg képet csinálják. Mondtam az egyik gyereknek, hogy tudsz-e beatboxolni, ez a szájdobulás. Elkezdett beatboxolni, nagyon sokan körbeálltak, leoltottam a gyereket, hogy akkora, mint a kutyám ülve, meg mindenfélét mondtam neki. Leletoltva az azt jelenti, hogy megnyugtatva, meghódítva? A leoltás az igazából az, amikor így megsavazok így valakit szóba, hogy így... Jó, hát így már, na így már közelebb kerültünk. Ja. Na kérem szépen, hát akkor én nekem is megadatott az a lehetőség, hogy táblákat mutatnék neked, és akkor retudásodat a Csillagszületik után itt a Sóder nézőknek megmutatnád, jó? Szemüveg. Remélem zavarok a humorbombonommal, most gyorsan a Design Centerben a tárgyakat előhoztam. Düflingen Dodi, aki nagyon cuki, kezeket a paplan fölé jöhet a csajci. Éljenek a csajok, a retardár parkett a csiszoló, ez rajtam soha ki nem fogyó. A Beethoven, a zene Mozartja és gyümölcsét mosatlanul az arcában löknék egy munkakönyvvel. Megyek a munkahelyre, Fábri Sanyi Sóderben, az nem gyenge. Bajszer kezében az ember kegyetlen, uborkát raktam a... Szóval, kapd elő a táblákat, Sanyi, galambocska, a kaszpuki, szoba, szauna, meg a vonalkód, és Mona Lisa férfi profilból ott volt, monológot mondott, dob már el, következő tábla, látom, Sanyi megy ez ezerrel. Költ elég gazdagom, kis Fábri, zokni, mosó, sáfrányos, akármi, nem tudom én sem, csak nézem a táblát, kis tarsból indultunk. Ezt nem tudom már, hogy mit írtak oda, de nem érdekes. Balatonos maszkó felső, így már érdekes. Ez a dolog, amit az úszómestek Nédliporral adott nekem, szöszmösz pléd. Hú, hát azt nagyon szeretem, elolvasni nehéz. Még nem jó, már nem jó. Jó van, Sanyikám, most jön a rész, amit ikkasztó. Látlak téged a tévében, a poénjaidat már nagyon ismerem. Mosatlan gyümölcsi, hagyjál már ezzel. Neked inkább egy új borotva kell. Olyan táskás a szemed, mint nekem, ezt ismerem. De a sódat azt nagyon kedvelem. A kettes vendég poharat én kapom, és nem feszítek a kezemet, így nem rakom, mert tudom, te se vagy kidolgozva, de hogyha az ember poénon ennyit gondolkozna, akkor lenne a tévében a saját sója. Hogy lehet valakinek ilyen görbe orra? Nem baj, Sanyikám, te vagy itt a menő. Meres Robert, köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy én is itt lehettem. Ja, még valami, a szemöldötöd az kegyetlen. Meres Robert, Robikám, nagyon szépen köszönöm! Következő vendége Tabán István! Isten hozott! Szervusz, maga helye! Gyermekkorom egyik kedvenc helyszíne volt a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum, ugye ott laktunk a Körön néhány házzal feljebb, és hát már egész kisgyerekét oda járogattam, ahol te most mind? Teremőr. Teremőr. Dolgoztam. Mindig figyelsz, vagy azért néha kis melléktevékenység? Hát vannak kicsit. Ilyen melléktevékenységek. Milyen melléktevékenységek vannak, István? Eszel? Ezek hát van öltöző, ahol lehet enni. Na jó, gondoltam, hogy ott egy kicsit szalonnázgatsz, hát van, tehát nincs a széken ilyen szalonnázó szatyrod, vagy nem tudom, tehát vagy kajász szatyor. Nem, az öltözőben van. Mindig ugyanabban a teremben vagy rotálsz?
Na nem, hát az érdekesebb, hát mindig igen, ugyanazokat nézni, ez megbolondul persze, az ember. Persze, meg lehet örülni. Van úgy, hogy örjétően hülye kérdések sorozatával bombáznak. Volt egyszer, például volt a tibeti kiállítás is. Igen? Kérdezte, hogy maga tibeti, tehát hogy... Tőled? Igen, igen. Na hát most térjünk rá arra, hogy itten ismert lettél, ami nyilván jó is. Mi az, ami nem jó benne? Hogy mondjak egy példát, amikor én elkezdtem ezt a Esti Schrödert és rugalmas elszakadásomat az értelmiségtől, akkor például a saját plakátomat sose néztem meg. Tehát az volt az érzésem, hogy az egy más pali. Amikor dolgoztam, akkor tényleg azon lepődtem meg, hogy jöttek, látogatok, és akkor mondom, hát igen, és akkor ebben a teremben van mondjuk a kis Buddha, tekintsék meg, és akkor nem, miattad jöttünk. Nyilván most már téged is megismernek, az valami járműven történt valami, az hogy volt? A reggeli című műsorból jöttem haza reggel. Így megváltozott az életed, István. Igen, nagyon. Mert eddig otthonról jöttél a kis lunchbageddel a hobba, most már a reggeliből jössz, amióta a fizetés nélkül is Szabin vagy. Igen, Szabin. És felszálltam a buszra, és hát hátul hallok hangokat, két lány beszélgetett egymással, és úgy azt mondja, hogy ez. Igen, sus. Csávó. Igen. Csillagszületékből. Ő az. Jaj, de cuki. Cuki? Igen, ezt mondták rá, hogy cuki? Igen, cuki abban a sapkájában vagy valami. Cuki? Ilyen. Milyen sapkád van, amiben cuki vagy? Volt kötött? Kötött. Volt egy fekete, valamelyik műsorban elhagytam. Most van egy piros, meg most van egy kék. Most már olyan tartalékok. Amióta szerepel szégy a sapkákra egy kicsit ráizítottál. Ja, de azt nem mondtam el a végén, tehát hogy mi volt a lényege itt. Ja, hogy a kis csajok, hogy nem csak sutyorogtak? Nem, mert még telefonáltak is. És akkor azt mondja, anyu, nem fogod elhinni, hogy ki az. Azt mondja, ki az? Ki az? Tudod, aki énekelt a mama, Hoztál rajzokat? Igen. Na, hát ez egy jó klasszikus, kélek szépen, iskolai mappa. Mutatsz ebből nekünk? Ez tényleg igen. Az. Ja, ezt így kell nézni, ez egy tanulmány. De én nem, te ne haragudj, én ezt láttam már egy-két képet életemben. Nem, ez egy tanulmány. Igen. Egy tanulmány. Igen. És ezt modell után rajzoltad. Ezt modell aha. Után. Hát nagyon szépek. Tudok még tájképet akkor. Uh-huh. Ezeket Erdélyben csináltam, amiket mutatok. A teljes életművet áttekintjük? Hoppá, ezt aztán meg is törtem, nem mindegy. Felhívott a nagy Kriszta Gyereskova, hogy Sanyikám, lefeszettem a p***ámat, nem akarod megvenni? Úgyhogy most pillanatilag nagy Krisztával küzdünk, de komolyan, igen. Igen. Ez modell után, vagy pedig ez én vagyok, ez... mind. Ja, hát az akkor az is modell után. Ja jó, hát nem láttam oldalról rendesen. Most nem kell szemétkedni. Igen. Tamán István, tessék parancsolni, Máté Péter. Ő szívem belopta a szavát, ha látom kedves mosolyát, úgy érzem táncol a világ, s minden oly szép. Ő egy újabb álom tükröt áll, a bánat borús hajnalán, amikor gondok törnek rá, s köröttem minden oly sötét. Ő jelenti mindazt, ami jó, miatta születik a szó, örökös boldogság, hogy itt van én velem. A dal, mit suttognak a fák, a csend a meghitt éjszakák, számomra több, mint a világ, a mindenem. Ő, ki mindig olyan boldog és vidám, nekem is ad majd jó kedvet talán, hisz el nem hagyom én őt soha már. Ő, csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen, szívem rád talál. Ő a fény a dombok oldalán, az élet legszebb titkatán,
dobta mosolyát, és én lesen várom a szavát. Égve üres a jövő, számomra nincsen más, csak ő. Köszönöm szépen! Most pedig következik Csikó Szabolcs! Isten hozom! Szevasz, szevasz, szevasz! Gyere! Itt köv! Te internetről tanultál táncolni, ez hogy történik? Hát mert épp például, hogy egyszerre nézel és próbálgatod? Ahogy ezt a Móricz kell képzeli. Lelassítom. És közben spontán jön, hogy táncoljak. Te honnan jöttél? Én Nagydorogról. Nagydorog? Az gondolom Kisdorog mellett van. Nem. Nem! Szüleid körében, vagy egyáltalában a táncnak valami fajta hagyománya. Nem. Nem tudom, anyukád táncolt a helyi futrinka együttel, nem? Szóval nem volt ilyen. Az iskolában indult egy tanfolyam, egy társastánc, és ott volt egy kezdő és egy haladó szint. Akivel táncoltam társastáncot párom, ő néptáncolt, és mondta, hogy menjek el egy... Cherchez la femme, keresd a nőt! Hát azért mégis, azért elsősorban azért táncolunk, kedves Szabi, hogy az ellenkező nemhez valahogyan közel kerüljünk, úgyhogy erre felhívom a figyelmet. Jó, tehát volt egy kedves partnered, ugye ebbe a társastáncbuliba, és ő elvitt néptáncolni. Igen, de úgyhogy nem volt tánctanár, hanem amit a többiek tudtak, azt tették át. Értem, ez az angol órát adok, veszek. Tudod, régi hirdetés, ugye vakvezet világtalad. Jó, de hát biztos voltak dörzsöltebbek. Hány éves vagy te most? Én 16. És mit csinálsz? Tanulsz valamit? Tanulok, persze. Minek? Igen. Szakácsnak. Szakácsnak, helyes! Na, egy rendes szakma a 700-án. Nagyon jó, nagyon jó. Szakácsnak tanulsz. Jó, van, úgy elképzelem, amit a rántás csinálod. Na mindegy, jó, hát ez esetleg majd egy lehetőség. Az stimmel, hogy a rajongók olykor ijeszgetnek? Ezt nem is tudom, hogy hogy értsük. Hát történt egy olyan, hogy mentünk édesapámmal a benzinkútra, és jött velem szembe egy fiatalember, és ahogy jött velem szembe, mondta, hogy gratulálok. Tehát Jézus atya, úristen, én már most, kérlek szépen. Igen, és én megijedtem nagyon. Ideg összeroppanást kapom. És akkor most valami kis produkciót csinálj nekünk. Előbb szeretnél egy kicsit, egy pár lépést? Nem! Egy kettő. Jó, akkor az első legyen az, hogy sarok, lábfej, sarok. Tehát sarok, lábfej, sarok. Csak a másik lábba. Miért? Mert én jobb vagy. Ja! Sarok, lábfej. Ja, várjál, lábfej! Igen. Na de menj lábfejre? Lábfej? Sarok. Mi van még? Legyen nehéz, vagy legyen könnyű? Viccesz? Hát meg a könnyű. Hát már ezt se tudtam, hát látod. Könnyűt, légy szív. Mit? Jó, vicces. Szabikám, tiéd a színpad, csókolnak. Tessék parancsolni! Csikó Szabolcs! Thank you.
Szabolcs, nagyszerű, csak így tovább. Csikó Szabolcs. A Sóder színpadán Vásári André. Isten hozott, szevasz! Csókollak, parancsolj, foglalj helyet! Ami nekem egy kicsit furcsa, ez a bizonyos magas hang, amelyet már-már női hangnak nevezhetünk, vagy nőiesnek, de én úgy tudom rólad, hogy te, ha akarsz, tudsz mélyen is énekelni. Ez, no, hogy az van én különlegességem az, hogy férfi szoprán vagyok. Tehát ez férfi szoprán, ez egy létező dolog? Nézd rám. Tehát természetesen, de úgy értem, hogy mondjuk az opera irodalomban? Abszolút, a barokk korszakban. A most a Herélyt, a kasztrát énekesekre gondolsz? Igen. Aha. Hát azért ez egy relatíve szűk repertoár, meg olyan kicsit rossz az asszociációs bázisa, ugye? Nyugat-Európában ennek nagyon nagy kelete van, és nagyon-nagyon keresik az ilyen hangokat. Kiküldtem egy CD-t Amerikába, ahol meghallgatás nélkül ösztöndíjat ajánlottak, és azt mondták, hogy mehetek, hopszi. Menjek. Az ösztöndíj az, hogy tandíjmentes. Konkrétan ennyit jelent. Úgy van. Tehát semmi nem volt. Értem. Tehát lényegében mindenfajta munkát elvállaltunk, tehát én komolyan mondom, többet dolgoztam ki, mint tanultam. Tehát pincér, recepciós, szendvicsember, kísérletekben részt vettem. Meg a szinten, vagy tudománytalanul a hangodat ugye kísérletekkel hozzák összefüggésben, amiatt egy baromság, ezt szögezzük le, ugye ez a NASA-nak a laboratóriumában történt, úgy tudom. Igen. De és mesélj, akkor mit kellett csinálni? Borsót enni, mint szegény volt szektek, vagy mit? Nem. Ez Amerikában nagyon nagy divat, hogy a főiskolásokat ugye mindenki pénzt szeretne keresni. Uh-huh. Különfajta kísérletekre lehet jelentkezni. Bajod ebből nem lett, tehát, mert azért ilyen különböző gyógyszereket kipróbálni, ugye, hát azért az, hát, azért az necces. Volt csoporttársam, szabályosan le kellett innia magát, és úgy kellett bevenni a gyógyszereket, gyógyszereit. Jaj, de mennyi ember tudnék, akinek ez örömet is okoz. Ugye ez milyen kegyetlen az élet, ugye végre néhány alkesz meg tudna miből élni. Utas kísérő is. Igen. Repülőn, ugye? Ez egy olyan időszak volt, ez már itthon volt. Ez itthon volt, igen. Sándor, megmutassam, szeretnéd megtanulni esetleg? Melyiket? Arra emlékszem, készül, hogy a Moszkvába jöttem az egy ilyen, nem tudom, K1-es csapattal, és azok mindent csináltak utána, a szegény stewardess az megőrült, be voltak egy kicsit állítva, és 50 pali szedte elő a cuccot, és fel akarta fújni. És erre hát a steward majdnem végig pofozta őket. Igen, hát ilyen sztorik bőven akadnak, behatárolható volt a viselkedésük. Tehát például a britek, ők satú részegen jöttek le minden áratról. Hát lehet, hogy csak szoronganak. Hánytak? Tehát ez nagyon kellemes. De nem az acsiba? Nem, á. Ez valamilyen szinten, ezt nektek kell összeszedni, nem? Nem. Nem. Nem, hát ilyenkor mindig. Ott marad a Csandra a végállomásé? Na jó, de már ne haragudj, hát most már szakmáról beszélgetünk. Hát akkor az alapdolgokat össze kell szedni. Hát igazából én nem emlékszem, hogy bármelyikünk is összeszedte volna. Nem. Azt tudom, hogy olyankor mindig így... Elegánsan átléptél, már adok akarod már mutatni. Már szinte képzellek, ahogy a rizibizin átszökkez. A répa darabokon. Igen, úgy. Na. Én mindig hajnalban repültem Rómában, tehát ez nem tudom miért volt így, de... Akkor ment a gép nyilván, ne? Na igen. És ugye mi álltunk az ajtóban, és buongiorno, good morning, jó reggelt. Igen. Tehát így abszolút semmi reakció, tehát így átnéztek rajtunk, és ezért ez senkinek nem esik jól. És hát nagyon-nagyon flagmák voltak, és nagyon nézték. Ja, és így a... És napszemüvegben is. És az olasz menőmanót előállították. Abszolút. Tehát a lányok különösen nem szerették a római járatot, mert ott aztán alányulás, minden volt. Tehát kőkeményben. Lehet, hogy bizonyos típusú lányokat oda kell, mert vannak lányok, akik ezt igényelik, hogy akkor megy a római, aki nem fér a bugyiába, megy a római járatra. Általában egy kolléganővel megbeszéltük, hogy nagyon gyors léptekkel kiszaladtunk a gép közepére, ahol már a szárny ugye látszik. Igen, ahol a vészkijárat van. Igen, és elkezdtük nézni a szárnyat, hogy összenéztünk, hogy... És mentünk a pilóta szűkéhoz. Na, egy perc alatt lekerült a napszemüveg, és mi történt? Prégo. Prégo, excusa. És természetesen mondtuk, hogy nem nyugodjanak meg, semmi probléma. Onnantól kezdve olyanok voltak, mint a kezes bárányok. Tehát és azonnal ők maguk kötötték be. Fel nem álltak. Hát ezt gratulálok, kérlek szépen. Parádés fogás.
egy kicsit még az amerikai idődre visszatérve, ott felkértek, hogy időként az Ave Mariát, ugye bizonyos szomorú aktusok, mint például esküvő alkalmával énekeld el. Volt egy nagyon kedves csoporttársam, aki beteg volt, vagy én nem tudom, valami miatt nem tudta elvállalni ezt a bizonyos esküvőt, és mondta, hogy André, a Szent Michel Chapelbe menjél, és akkor ott van ekkora időpontra. Megérkezek a templomba, oda megyek a paphoz, és mondom, hogy én vagyok az énekes, és mondom, hogy jó. Mondom, akkor felmennék az orgonistához, hát menjen. Felmentem az orgonistához, és mondtam, hogy na, akkor én fogok énekelni. Nézett rám nagy szemekkel, hát de mit? Mondom, semmi baj, van kottám, nem próbáljuk össze, megy az. És általában volt egy jel mindig az esküvőben, amikor így el kellett énekelni nagy izére, hogy Ave Maria, és nem jött a jel. Azt mondom, jó, semmi baj. Én így rázendítettem, közben a pap is látom, hogy kereste, hogy mi énekel. Elénekeltem, utána rohantam le a paphoz, vége volt az esküvőnek, mondtam, hogy Gázsit, majd jövő héten bejövünk, stb. És hát a történetnek annyi a lényege, hogy szerintem azóta is így néznek, hogy egyrészt milyen nő énekelt fent, és utána miért férfi jött le a Gázsiért, de a lényeg az, hogy utána kiderült, hogy nem abba a templomba kellett volna menni, ugyanis konkrétan Bostonban 15 Szent Michel Chapel van. Fiatal pár biztos, hogy néznek és gondolkoznak, hogy került oda ez az énekes, hát nem fog már kiderülni. Van-e már irány? Vagy pedig, tehát könnyű zene is lenne, vagy az opera lenne a fő cél? Én operaénekesnek tanultam, de most azért is jelentkeztem a Csillagszületékbe, mert egy ilyen úgynevezett crossover stílusban szeretnék inkább elindulni. Uh-huh. Tehát ez ilyen Andrea Bocelli is szarabban. Igen, igen, klasszikus hanggal, igen. De inkább ilyen lírai pop. Aha, amely irányba mutató számot fogunk most tőled hallani, ugye már. Igen, igen, igen. Ez mi lesz ez? Ez az a dal, amivel a Csillagszületékbe jelentkeztem, ez a Ennio Morricone-nek a Volt egyszer egy vadnyugat című. Wow! Kapd el a mikrofon! Vásári André, parancsolj!
szívből gratulálok, ölelnek, szervusz, nagyszerű, nagyszerű volt, és minden kérdésemre választ kaptam. Az esti showder azonnal folytatódik az ünnepi szezonzáró fináléval, itt az RTL Klubon. Sztárok, sztorik, fazonok, különkiadások, botrányhősök, politika, közélet, és a show folytatódik. Tabuk nélkül Magyarország legnézettebb talkshowja, vadonatúj nézőkkel, az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, a Sóder színpadán egy különleges karácsonyi produkció Bársony Bálint zenei rendezésében. Az előadók az esti Sóder Big Bandje egy vonós négyessel, valamint a Sunshine gyermekkórussal, illetve mindehhez járul Juhász Attila jazz kvartettje, énekel Tóth Gabi, Tóth Vera és Luanda! Köszönjük szépen!
nagyszerű volt. Adok egy koszát. Luanda, remek volt. Köszönjük szépen, köszönöm vendégeimnek, Tóth Velának, Tóth Gabinak, Luandának, Erdei Zsolt Madárnak, Tamár Istvánnak, Veres Robertnek, Csipó Szabolcsnak, Lásári Andrénak, hogy amit mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai estvényét. Önöknek köszönöm, hogy ezt az estét is velünk töltötték, igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk valamikor januárban, nem mondhatjuk most azt, hogy 2 hét múlva ugyanitt, ugyanezen a csatornán. Szép ünnepeket kívánunk, szép karácsonyt, próbáljanak ne összevásárolni mindenfélét, hanem üljenek le a karácsonyfa alá, és próbáljanak meg egymással beszélgetni. Addig is aludjanak, jól álmodjanak, szépeket, kezeket a paplan mögé éljenek a csajok, továbbra se próbáljanak meg vasatlan gyümölcslevet inni, és ne felejtjék, Beethoven a zene Mozartja. Még egyszer mégis ünnepeket, és egy boldogabb új esztendőt kívánok. Jó éjszakát, köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb showműsora, az Esti Showder szezonzáró adását látták. Köszönjük, hogy 2009-ben is minket választottak. Békés, szeretetteljes ünnepeket kívánunk. Találkozunk 2010-ben. Jó éjszakát! Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították. Kommunikációs partnerünk a HD Group kommunikációs ügynökség. Együttműködő partnerünk a Spa Harmony szépségszalon. A műsor támogatója a Metropol. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak. A résztvevők biztonságáról az Airbus Security Kft. Gondoskodik. A műsort támogatta a Playboy magazin. Minőségi program a Fanzin médiával. Fábri Sándor a Subarut választotta, amelyet az Emil Frey Autócentrum biztosított számára.